szeptembertől több diákot vehetnek fel az egészségügyi középiskolák. Az Oktatásügyi Minisztérium azért emeli meg a felvehető diákok létszámát, mert itt szeretne enyhíteni az egyre nagyobb méreteket öltő nővérhiányon. A problémát további változással is enyhíteni szeretnék, ezért a jelenlegi egészségügyi asszisztens tanulmányi szak új szakká alakul. Az új tanulmányi szakon tanulók már gyakorlati nővérként fognak végezni. Új szak szeptember 1-től kezdődik, tehát a felvételik már ebben az évben a 9-esek számára gyakorlati nővér szakra vannak felállítva. Emelték a normatívát a felvett diákok számára, 55 diákot vehetünk fel. A gyakorlati nővér több feladatot láthat el, mint az egészségügyi asszisztens. A nővérek és szülészasszisztensek Dunaszerdahelyi Regionális Kamarájának elnöknője szerint a most eszközölt változás javíthat a helyzeten, de teljesen nem oldja azt meg. Az egészségügyi nővéreknek ugyanis továbbra is főiskolát vagy 3 éves felépítményi iskolát kell végezni, ahol diplomás nővérszakon kapnak oklevelet. A gyakorlati nővér például gyógyszert oszthat a betegek számára, injekciót adhat, a szondán keresztül etetheti a beteget, dokumentációt vezetheti, a számítógép, a információs rendszerben dolgozhat, ezzel több terhet levesz a nővér válláról, és a gyakorlatban jobban segíthetnek a nővéreknek. Bízunk benne, hogy egyre több lesz a végzős diák és abszolvens, aki ezen a szakon végez, és jönnek hozzánk az osztályra dolgozni. Aki ma nővérként végez, biztosan el tud helyezkedni az egészségügyben, mondja Sipos Éva. A szakközépiskola diákjai a Dunaszerdahelyi Kórház különböző osztályain töltik a szakmai gyakorlatukat. Az egészségügyi intézmény állásajánlatot is tesz a végzősöknek. Az együttműködés mindkét intézmény számára előnyös. A iskola segíti a kórház a ápolásnak a bebiztosításába annyiban, hogy 3-osok és a 4-esek gyakorlatra járnak. Hetente 123 diákról van szó. Ők aktívan dolgoznak a beteggel. Régiónként változó, hogy az egyes egészségügyi intézményekben mekkora a nővérhiány. A Dunaszerdahelyi Kórházban nincs olyan mértékű nővérhiány, ami veszélyeztetné az ápolás minőségét. Jelenleg szülészasszisztenseket és műtős nővéreket keresnek.